A megalapozott gyanú szerint egy 28 éves helyi nő július hónapban két nyitott ingatlannál is megjelent Jászladányban. Az egyikből táblagépet, hangfalat és karórát, a másikból az alvó sértett mellől vitt el egy mobiltelefont. Végül bekéreckedett egy 91 éves, egyedül élő asszonyházába azzal, hogy a nagy forróságban egy kis vizet kér. Nem állt meg a konyhában, egyből a belső szobába ment, ott magához vette a tulajdonos táskáját és távozni akart, azonban a sértett útját állta. Ekkor dulakodás alakult ki közöttük, melynek során megszorította a nyugdíjas csuklóját, akinek ettől könnyű sérülései keletkeztek. Végül az üres táskával elmenekült, azonban délután visszatért. Ekkor a csukott ablakról letépte a szúnyoghálót, de a sértett belülről megakadályozta a bejutását. A szomszédok is észrevették, hogy megjelent a háznál a rendőrség. Ez a nő szerint a betörő már figyelhette, hogy a néni egyedül van, és hogy nehezen mozog. Pont ilyen meleg déli időben jött, amikor igazán senki nincs az utcán. Jöttem hazafelé, és láttam, hogy itt áll a rendőrség. És akkor jött a polgárőr, ő volt a tanú, és mondta, hogy a néni kifosztották. Hát ez olyan dél, egy óra körül lehetett. Én szerintem ő már ezt figyelhette, hogy a néni egyedül van, mozgáskorlátozott, nem nagyon mozog. Én szerintem figyelhette már. Egy másik utcában élő hölgy szerint megszaporodtak a környéken a hasonló jellegű betörések. Hozzátette, hogy aki egy embertársára rátámad, méghozzá idősebb hölgyre, aki már maga tehetetlen, az nem ember szerinte. Már hallottam ilyen esetet sajnos, igen. És ugye akik egyedül élnek, azokra meg különösen veszélyes az ilyen. Igen, igen. És ezt szerintem nem is kellene hagyni, ezt valahogy orvosolni, mert mi is idősek vagyunk, és mi is arra számolhatunk, hogy egyszer valamelyikünk egyedül marad, és bármi megtörténhet. A nő kezén 10 perc múlva kattant a bilincs. A rendőrök elfogták és előállították a Jászberényi rendőrkapitányságra. Lopás, magánlaksértés és kétrendbeli kifosztás miatt hallgatták ki a nyomozók, majd őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását.